magazinban szó lesz arról, hogy új ifjúsági stratégiát dolgoz ki Hargita megye tanácsa. Arról, hogy ünnepelt a szapiencia, és azt is megtudhatják, hogy önkénteseket várnak Nepálba. Maradtak a rég bevált receptnél, nincsenek új arcok az RMDSS Hargita megyei jelöltek közül. Továbbra is Antal István lehet udvarhelyszék RMDSS parlamenti képviselője, és dr. Verestói Attila is újabb mandátumot vállalna. Régi ismerősök a gyergyói és csíki jelöltek is. Hargita megyében csütörtökön délután ült össze az RMDSS jelöltállító küldőgyűlése, amely egyfajta belső megméretkezés volt. A Csíkszeredában a megyeháza épületében tartott ülésen a küldötteknek rangsorolniuk kellett az adott képviselői és szenátori választási kerületekben jelöltséget vállaló személyeket. A szavazás végén kiderült, hogy kik lesznek az RMDSS jelöltjei a decemberben sorra kerülő parlamenti választásokon. Hargita megyében a következőképpen alakul az RMDSS jelöltjeinek a névsora. Alcsíkon Korodi Attila, Felcsíkon Kelemen Hunor a képviselőjelölt, a két körzet szenátorjelöltje pedig Táncos Barna. A hármas körzetben udvarhelyszéken Antal István kapott több szavazatot Ladányi László ellenében, így a 20 éves régiséggel rendelkező politikus száll ringbe egy újabb mandátumért. A négyes körzetben, azaz Gyergyó Székelykeresztúr Sóvidék térségében Moldován Józsefnek szavaztak bizalmat a küldöttek, itt egyébként négyen vetélkedtek a jelöltségért. Az utóbbi területek szenátorjelöltje egy újabb veterán, dr. Verestói Attila. A jelöltek ezúttal is azt mondták, sorsdöntő a magyarság számára, hogy hogyan alakulnak majd a választások eredményei. A december 9-i választáson arra számítok, hogy a magyarság ráébred arra, hogy a megosztottság az a vereséget jelenti. Az, ha nem tudjuk meggyőzni a polgárokat, hogy most a szövetségre, magára, az összefogásra kell szavazni, akkor nagy veszélybe kerülhet a következő parlamenti képviseletünk, akár a léte is kockán forog. Amikor úgy döntöttem, hogy megpályázom az újabb mandátumot, azt mondtam, hogy felelősséggel tartozom az RMDSS-nek, hogy a 20 év alatt összegyűjtött tapasztalatot. Most, amikor világosan láttam mindenki, hogy a kormányváltás után milyen erők kezdtek ellenünk dolgozni, nem szabad abba hagyni. A Szemmiáj templomba esküdtem föl 92-ben arra, hogy a erdély magyarságot szolgálom, és ezt viszem tovább tisztességgel, becsülettel az egész Hargita megye, egész Székelyföld és egész magyarság érdekében. Több felszólaló beszédében is elhangzott, hogy 23 év után először állt elő egy olyan helyzet, hogy a szövetség két ellenpártja erdélyszerte jelölteket indít a parlamenti választásokon. Míg az MPP csak néhány székelyföldi körzetben, addig az EMNP minden erdélyi választókerületben. A téli választásokon a román részvétel is magasnak ígérkezik, éppen ezért fontos, hogy a magyar részvétel példaértékű legyen. Ez azt jelenti, hogy nekünk ahhoz, hogy az országos 5% fölött legyünk, a székelyföldi szavazatokra szükség van. Nem csak azért van szükség, hogy megnyerjük a székelyföldi, vagy most pontosan a csíki, udvarhelyi, gyergyói kerületeket, mert azokat meg fogjuk nyerni, de szükség van ahhoz is, hogy az 5%-os küszöbhöz Hargita megye Csík hozzájáruljon. 305 küldöttet vártak Csíkszeredába. Végül a szavazás elég magas jelenlét mellett zajlott, hiszen majdnem 300 küldött volt jelen. A jelöltekre az adott választói kerület küldöttei voksoltak. Konferenciát rendeztek október 5-én a Csíkszeredai megyeházán Hargita megye ifjúsági stratégiája megtervezésének első lépéseként. A stratégiát jövő év júniusáig kellene befejezni, és a régit váltaná, amely 2013-ig érvényes. Az új Hargita megyei ifjúsági stratégia kidolgozására egy 30 ezer euró értékű projekt biztosít anyagi keretet, amelyet Hargita megye tanácsa pályázott meg sikeresen az Európai Unió Youth in Action Fiatalok Lendületben című kiírásán. Elsőként maguktól a fiataloktól kérdeztük, hogy mit jelent számukra a támogatás. Sokat hozzájárulhatnak a diákok a stratégia kialakításában. Eléggé nagy súlya van a szavunknak. Most is rendezünk egy diákönkormányzati gyors tarpalót Hargita megyében, a Hargita megyei diáktanácson keresztül,
amelyre kértünk támogatást, és Hargita megye tanácsa támogatott. Ezen kívül a nyáron meg volt rendezve a Neumann tábor, ez egy szabadidős és multimédia tábor, erre is 2000 lejes támogatást kaptunk, ezen kívül pedig Gyergyószentmiklóson volt májusban az országos képzés hétvége, amelyre ugyancsak 1000 lejjel támogatott a megyei tanács. Hát segítőkészek bármely pillanatban, és szerintem ez sokat számít, hogy a diákok fejlődjenek iskolán kívül is, és tapasztalatokra tegyenek szert. Bíró László, Csíkmadaras ifjúsági szervezetének volt elnöke szerint fontosak a fiatalok álmai. Az ember addig fiatal, míg saját álmait álmodja, ez egy nagyon fontos gondolat, és hogyha nem adják fel az álmaikat, akkor természetesen az elkövetkező időszakban bele tudnak sokkal mélyebben szólni, nem csak az ifjúsági stratégia, hanem az egész régió fejlesztési stratégiájában, hisz itt van a személyes példám, annak idején 12 évvel ezelőtt ifjúsági szervezet alapításával kezdtem, és a mai napig átmentem egy sorozat olyan történeten, ami meghatározza jelen esetben Csíkmadaras községünk stratégiáját, beleért az ifjúsági stratégiát is. Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő az unió szempontjából mutatta be, mi is áll a 2020-as határidejű fejlesztési törekvések mögött. Úgy hiszem, hogy parlamenti képviselőként a szerepem az kétirányú. Egyrészt el kell vinni Erdélyt Brüsszelbe, amennyiben lehet, tehát a rólunk szóló információt, a mi értékeinket, a mi érdekeinket meg kell ott jeleníteni. Másrészt viszont Brüsszelt is haza kell hozni ide Erdélybe, Székelyföldre, Hargita megyébe. Az információt haza kell hozni, a lehetőségekről be kell számolni, és amennyiben lehet úgy segítkezni, úgy hozzászólni, például egy ilyen szakmai konferencián, ami egy jövő 7-8 évre érvényes stratégiának a megalkotását indítja el, hogy az egy európai úton induljon el az ilyen stratégia. Hogyha tudjuk, hogy az uniónak melyek a prioritásai, akkor onnan támogatást lehet szerezni a saját céljaink megvalósítására, illetve olyankor, mint például pont most ez az időszak, amikor a következő 7 évre szóló prioritások alakulnak az Európai Unióban, a saját magunk prioritásait kell bevinni az alakuló törvényekbe, az alakuló szabályokba, az alakuló lehetőségekbe. Erről szólna az én szerepem röviden itt a mai konferencián. Hargita megye tanácsának elnöke azt hangsúlyozta ki, mennyire fontos a fiatalok szerepvállalása a közigazgatásban. Az a jó stratégiai összeállítási recept, ahol a fiatalok be vannak vonva, hisz róluk szól az a stratégia, hogy igazából a különböző közigazgatás, államigazgatási, kormányzati, vagy akár egyéb más gazdasági forrásokkal, hogy lehetne nekik az életet olyanná alakítani számukra, hogy itthon maradjanak és itthon tudjanak megkapaszkodni. Ehhez pedig alapos beszélgetésekre van szükség, kutatásokra van szükség, elemzésekre, folyamatokat kell nézni, össze kell hasonlítani eseteket, meg kell nézni a megyénknek a sokszínűségét, hisz nem ugyanaz az igénye esetleg egy megyénk északi részén élő fiatalnak, mint mondjuk a déli részén, vagy egy kicsit másabb a kulturális igény, ugye községben, kisfaluban, vagy városban, vagy akár megyeszékhelyen, és hát meg kell nézni, hogy az oktatási rendszert, meg kell nézni a fiataloknak az egészségügyi rendszert, mit szolgáltat, mit nyújt, mire készíti fel az életben, és hát igazából az összességéből lehet készíteni egy olyan receptet, amivel hát a döntéshozók iránymutatást kapnak, de nem csak a döntéshozók, hanem maguk a fiatalok is el tudják képzelni, a tervezhetőbbé tudják tenni az életüket, és hát ilyen szempontból hát annál hamarabb válnak a társadalomnak a hasznos tagjává. Az új ifjúsági stratégia kidolgozása tehát elindult. Hargita megye jövőjét a fiatalság is alakíthatja. Rajtuk is múlik, milyen örökséget kapnak fiaik, unokáik. A magyar kormánynak mondtak köszönetet a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi kampuszán megrendezett egyetemi napokon. A magyar kormányfő ugyanakkor megállapodást írt alá a Szapiencia és a Párciumi Keresztény Egyetem vezetőivel az erdélyi magyar felsőoktatás fejlesztéséről. A Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem szenátusa Bocskai díjjal tüntette ki Orbán Viktort az intézmény alapításában és fejlesztésében betöltött szerepéért. Az elismerést a 12 évvel ezelőtt tartott első tanévnyitó évfordulójára szervezett egyetemi napon adták át a miniszterelnöknek. Ez a nap valójában Magyarország sikere. Magyarország bizonyítja ma is mindenki számára, nekünk
és a nem magyaroknak is, hogy Magyarország képes volt a határon kívül egy erdélyi egyetemet alapítani, képes volt azt fenntartani, és látható, aki terül, képes azt a jövőben fejleszteni, továbbfejleszteni is. A magyar kormány nevében Orbán Viktor a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Párciumi Keresztény Egyetem vezetőivel elvi megállapodást írt alá az erdélyi magyar felsőoktatás fejlesztéséről. A miniszterelnök elmondta, a megállapodás értelmében 2014 végéig a magyar kormány 4 milliárd forintot bocsát az erdélyi magyar felsőoktatási intézmények rendelkezésére. Az egyetemek működésének a kiszámítható, hosszú távú támogatása benne van az egyességben. Ezt a hosszú távú támogatást a mindenkori diák létszám alapján számítjuk ki, és ez egyértelműen azért mondom, hogy hosszú távú, mert ennek a támogatásnak az összege csirájában tartalmazza már a mesterképzők indítását is. Dávid László elmondta, a támogatást a Szapiencia rendszer kapta, tehát arányos mértékben részesül abból a Párciumi Keresztény Egyetem is. Egyszerre két rendezvénynek adott otthont a Betlen lakótelepi Dávid Ferenc tér. Leleplezték a nemrég elkészült szökőkút díszét, a Betlen Gábor erdélyi fejedelmet ábrázoló domborművet, és helyet adott a tér a harmadik alkalommal megszervezett székelyudvarhelyi fúvós találkozónak is. Dupla ünnepség zajlott szombaton délben a Betlen lakótelepi, nemrégiben felavatott szökőkútnál, mint ahogy az a kezdeti tervekben is szerepelt, végre elfoglalhatta méltó helyét a lovát megülő Betlen Gábor tábrázoló vörösrész dombormű, és az immár harmadjára megrendezett székelyudvarhelyi fúvós találkozónak is ez a tér adott otthont. A kellemes, napsütéses időjárás sokakat vonzott ki a kettős ünnepségre, ahol elsőként a térplasztikai alkotás leleplezésére került sor. A műemlék üzenetéről városunk polgármestere Bunta Levente beszélt. Az üzenet az meg kell fogalmazódjon azon túl. Betlen Gáborra gondoltunk, hisz Betlen Gábor az erdélyi fejedelmek közül az egyik legnagyobb, vagy ha úgy tetszik, legnagyobb. Betlen Gábor fejedelemsége alatt Erdély aranykorát élte. Én azt szeretném, hogyha a városnak is elkövetkezne az a 10-20 éve, amikor megállapítható lesz majd egy fél évszázad múlva, hogy az aranykorát élte a város. Hogy van fejlődés, hogy van kultúrának hely, művelődésnek, a szépnek. A térplasztikai alkotása a székelyudvarhelyi Zavadszky Walter szobrász munkája, akinek művei több székelyudvarhelyi és környékbeli teret díszítenek, köztük a székely szentléleki árvízi emlékművet is ő készítette. A szobrász örömmel teljesítette a felkérést, az erdélyi fejedelmet és lovát ábrázoló domborművön közel egy évet munkálkodott. Nagy örömmel vettem a feladatot, ugye mivel hogy elég sok szavazatot kapott, hogy a közvélemény kutatásban, hogy lovas szobor legyen, vagy szökőkút, ugye a szövőkőkút nyer, de azért ugye ott álltunk, ott az a üres fal, és közös egyezés alapján úgy döntöttük, hogy valami kellene, és akkor ebből született így a dombormű. A rövid avatót követően elkezdődött a szabadtéri fúvós koncert, melyet ezúttal is a Hargita megyei tanács, a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpont és az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület szervezett a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal támogatásával. A közel 10 székelyföldi helyiségből, köztük Korondról, Gyergyószárhegyről, több csíkszéki településről érkezett fúvós zenekar közös művekkel és egyéni repertoárokkal mutatkozott be a hangversenyen. A több órán át tartó térzenét népes közönség élvezte a kellemes októberi napsütésben. Néhány hetes önkéntes munkára gondoltak, de 3 éves nepáli tartózkodás lett belőle. Szabó Attila és Szabó Csilla rövid időre hazalátogattak, hogy önkénteseket toborozzanak, illetve hogy gyógyszereket gyűjtve térhessenek vissza a Nepálba. Kérem, Rutyó, tapai ég szentönc matrei, ég szabdik matrei csüzgarnas, Szabó Csilla marosvásárhelyi önkéntes tanítóknak tart továbbképzést éppen. Nepálban is nagy szükség van szakképzett tanítókra, tanárokra, akár csak orvosokra, gyógyszerekre. A Hitélet magazin műsorban beszélt nepáli tapasztalatairól, az önkéntes munka szépségeiről, kihívásairól.
Jelenleg az alapítványnál nincsen szakember ilyen téren, tehát senki sem pedagógus, ez az én bajom, és ez az én kérésem, hogyha valóban valaki erre érez elhivatást, hogy olyan messzire eljöjjön, és ott érvényesítse a tudását, akkor én nagyon örülnék. A fiatal házas pár Kammagar településeket kutatott fel, hogy orvosi vagy akár lelki segítséget nyújtson nekik. Útjuk 5000 méter magas hegyek között vezetett legtöbbször. Egy nap járóföldre van a legközelebbi orvos, asszisztens csak, nem is orvos, csak nővér. Várják azok jelentkezését, akik elég késztetést éreznek ahhoz, hogy kipróbálják magukat, segítsenek, önkéntes munkát vállaljanak, rövidebb, hosszabb időre Nepálban. Régi hagyomány szerint minden évben a gyulafehérvári római katolikus hittudományi főiskola papnövendékei szüretelik le az érsekség 14 hektáron elterülő szőlőjét. A kis papok már kora reggel elindulnak a szőlőben, hogy nagy gonddal leszedjék, és abból misebor készüljön. A gyulafehérvári vár és a város közelében emelkedik a sajátos mikroklímájú rózsamáldomb. A háttérben magas hegységek védik a szőlőtelepet, amelyen őségi erdélyi szőlőfajtákat is megtalálunk. De a fehér leánka mellett megterem itt az olasz rizling és a szürke barát is. Itt nagyon régi szőlőfajták vannak, és az egyik jellegzetessége a rózsamálinak ugye az, hogy itt van egy olyan része ennek a szőlőnek, ahol itt közvetlenül mellettünk, ahol most befejeztük az üretet, ahol három fajta szőlő váltja soronként egymást, tehát a kövérszőlő, a királyszőlő és a járdován. Az érsekség szőlőiből átlagban 25 ezer liter tiszta misebor kerül ki évente. A misebor sajátossága, hogy semmiféle vegyszer vagy adalékanyag nem kerülhet bele. Azért is szüretelnek későn az érsekség szülőiben, hogy a szőlő cukortartalma minél nagyobb legyen. Az egyhetes szüreten minden kis pap részt vesz, összesen 42-en. 9 órakor kezdtünk az idén mindig, délután 5 órakor fejezzük be, 1 órakor van egy közös ebédünk, és a munka folyamat az úgy történik, hogy vannak kispapok, vannak szedők, és vannak külön csebresek, akik összeszedik a vedrekből a szőlőt, és úgy viszik le a nagy csebrekbe. A szőlőt nem csak szüretelik, hanem egész évben kapálják is a kispapok. A szüret közösségi élményt jelent számukra, mondják. Már másodjára vagyok itt Gyulafehérváron a teológiáról megszervezett szüreten, és azért is nagy élmény, mert kedves kispaptársaimmal szedhetem a szőlőt. A miseborhoz már must formájában összevegyítve gyűjtik a fajtákat, azért, hogy minden plébániához ugyanaz a bor juthasson el. A gyulafehérvári érsekség pincéje 240 plébániát lát el miseborral. A bor jó híre miatt azonban vásárlók is bőven akadnak, ilyen például az Ortodox Egyház, amely minden évben nagyobb mennyiségű bort vásárol fel Gyulafehérvárról. Székely termékek mustrájának adott otthont a sportcsarnok melletti futballpálya, mintegy 40 termelő kínálta portékáját. Vathúsok, szörpök, lekvárok, sajtkészítmények is voltak a felhozatalban. A minifoci pályán felállított standokon 40 helyi termelő várja a vásárlókat, kiki a maga otthon vagy helyben készített termékével. A helyszínen például a csuhé fonást is meg lehet tekinteni, de bor és pálinka kóstolásra is van lehetőség. A különböző gyümölcsből készült ital ára nem mondható éppen barátinak, 2 deciliterért 30 lejt is elkérnek. Igaz, az itókák között díjnyertes is van. 14 fajta pálinka van, vannak a hazai ízek, alma, szilva, körte, cseresznye, és vannak a vadgyümölcsök, vadkörte, som, hecsedli, galagonya, kény, áfonya is, és a sommal idén bronzérmes lett Gyulai Fesztiválon a sompálinka. A Székely Termékek Fesztiválján több helyen is vásárolhatunk lekvárokat, szörpöket, de házi kenyér, sajtok, mézkészítmények, bor különlegességek, házi szappanok, húskészítmények is szerepelnek a gazdák kínálatában. Több asztalnál is vannak újdonságok, itt például a szilvalekvár és a mustár keveréke is megtalálható. Az alapja a szilva, és a gyömbér a különleges fűszere, van benne mustár, van benne cukor, vörösbor egy kicsi, attól szeretik jobban a férfiak.
Egy-egy üveg lekvár átlagosan 10 lejbe, a szörpök nagyjából ugyanennyibe kerülnek, de te a füveket, krumplit, sárgarépát és céklát is hazavihetünk. A kiállítók Udvarhely környékéről és Csíkszékről érkeztek, legtöbben visszatérők. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy bár egyre többször több helyen kapnak árulási lehetőséget, mégis kelendő a portékájuk. Jó tapasztalataink vannak. Az emberek jönnek, szétnéznek, visszajönnek, újból érdeklődnek, vásárolnak. Kóstolgatnak. A rendezvény az őszi vásár egyik színfoltja is egyben, a célja pedig az, hogy a lakosság ízletes, egészséges termékekhez jusson. Ezt tartja szem előtt a Hargita megyei önkormányzat a székely termékek népszerűsítésével. A harmadik alkalommal rendezzük meg a Székely Termékek Fesztiválját az őszi vásár keretében. Én azt hiszem, hogy ez mindenkinek kiemelten fontos, meg tudnak mutatkozni a termelők, akik lehetnek egyéni termelők, lehetnek különböző összefogásból származó gazdaszony szövetségek vagy gazdaszövetségek, és azt hiszem, hogy fontos az udvarhelyieknek is, hogy ismerjék meg a kínálatot, finom, ízletes házi termékeket tegyenek, és nyilván ez is emeli az egész rendezvény sorozat rangját. A mustrát tavaly több mint 15 ezeren keresték fel, a fesztivál egyébként vasárnap 20 óráig látogatható. Kedves nézőink, Önök a Székelyföld magazint látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérem, tartsanak velem jövő héten is. Minden jót, viszontlátásra!